Sziasztok, Tőkeszti vagyok, a Pink Gastro bloggere, és a mai videóban a húsvét alkalmából egy répa torta, de palacsintát fogunk sütni. Csináltam is már egy adagot, ugye meg is mutatom nektek, ami olyan jól sikerült, hogy képzeljétek, beraktam a hűtőbe, és hát mire eljutottam ide, hogy elindítsam ezt a videót, már valaki így megkóstolta, úgyhogy meg is tudom nektek mutatni, hogy milyen belülről. Így fog kinézni, igazából egy roppant egyszerű recept lesz, és azoknak teljesen jó lesz, aki egyszerűen és diétesen akarják letudni esetleg ezt a répa torta készítési dolgot. Jó? Megmutatom, hogy mi is fog kelleni hozzá, igazából a répán kívül nagyjából még kettő összetevőre van feltétlenül szükségünk. Az első, az majd mutatom, az egy szkír joghurt lesz, azt majd látni fogjátok, hogy micsoda, hogy egy magas proteintartalmú joghurt. És a másik pedig az, hogy megpróbáljuk ebből a palacsintaporból elkészíteni. Ő ugye egy összetevős palacsintapor alapjáraton, tehát hogyha palacsintát akartok sütni, akkor csak víz fog hozzá kelleni, és már is kész a proteindús, kollagénes palacsintátok. Ugye kollagén azért van benne, nem csak azért, hogy szépüljünk, hanem mert ezt teszi majd a palacsintát olyan szép, szaftossá, ruganyossá, ugye, mint a eredeti, úgyhogy őt nagyon ajánlom a hagyományos verzióban is, és hát ugye ezek egy kicsit ilyen duci palacsinták, azért kell hozzá ugye egy picit több anyag a joghurt, ami egy kicsit így felpuffasztja őt. Őt fogjuk akkor használni, illetve a tetején a krémet, azt ugye alapesetben az egy ilyen nagyon cukrozott krém, most van egy tök jó ötletem, hogy mivel lehet helyettesíteni. Kettő dolgot is kitaláltam a tetőre, nem beletve semmit. Az első, hogyha kókuszkrémet tesztek rá, benne ugye igazi kókusz van, kókuszolaj, tehát nagyon jól megköt a tetején, úgyhogy ha berakjátok a hűtőbe, akkor tényleg nem fog folyni. Én a répa tortára mindig kokodrímet teszek. Itt nézd ki, ilyen belülről, hát már eléggé le van apadva a készlet. Olyan, mint a rafaelló közepén folyó krém, hogyha hát biztos, hogy ismeri mindenki, közben szétesik a konyha. Na szóval őt fogjuk beletenni, és mellette még, aki mondjuk nem akar krémezni, mert mondjuk nagyon szigorú diétán van, zsírszegény diétán, neki pedig őt ajánlom, hogy a szkír joghurtba egy kicsi fehér csokis szlümet keverjen, és akkor egy nagyon finom fehér csokoládés krém lesz a süti tetején. Jó, ezeket fogjuk használni, úgyhogy akkor essünk is neki a Pig húsvéti sütögetésének. Sziasztok! Akkor vágjunk is bele, ugye, hát a húsvéti nyúl hozott nekem egy vadi új palacsinta sütőt, úgyhogy őt annyira nem kell kifújkálni, de hogyha nektek régi van, akkor mindenképpen javaslom, hogy ezzel a kalóriamentes olajsprével fújjatok bele. Én csak nagyon picit fogok, mert itt teljesen új a felülete. Hát most fogom felavatni itt nektek. Egy kicsit alacsonyabb lángra veszem, mert nem tudom, mennyi ideig fogok még itt elpepecselni a készülődéssel, de akkor mutatom is. A répát kimértem, ez nagyjából 60 g reszelt répa, nem szoktam kinyomkodni a levét, úgyhogy majd ezzel kalkulálni kell, hogy ez változó lehet. És akkor, ahogy mondtam, a pig palacsinta porral fogunk dolgozni. Öt almás palacsintának már megcsináltam, és nagyon jól működött, úgyhogy most megnézzük, hogy a répatorta palacsintánkhoz milyen lesz. 50 g-ot fogunk kimérni, hát 50-60 g, ahogy jön, egy picit több, az szerintem nem baj most. És akkor ugye alapesetben ez a palacsintaporhoz csak víz kell, és már lehet sütni. Most ugye milyen vastagabb amerikai palacsintát szeretnénk készíteni, úgyhogy majd kicsit kevesebb vízzel és joghurttal fogunk dolgozni. Illetve én most fogok hozzátenni egy ilyen ízesítőport, szinte kalóriamentes és almásrétes íze van, hát isteni, olyan, mint a cukormentes almás pite illat, nagyon intenzív almás illata van, fahéj, alma, hát minden benne van, és a répához szerintem ez nagyon passzol, ez az ízesítőpor, vagy bármihez, amilyen almás diós süteményt akartok esetleg csinálni, akkor őt javaslom, nekem jó a kedvencem, ez az almás rétes. Jó, ebben is van adagolókanál, valahol lehet, hogy az alján. Én most egy ilyen nagyon csapott evőkanállal teszek bele, és akkor igazából ebből most már édesítőszer sem kell, mert neki eléggé
intenzív édes íze van. Egy ilyen nagy doboz, jó sokáig elég, úgyhogy hát őt javaslom, aki szereti az almás sütiket, hogy nagyon feldobja ez a por. Na, haladjunk tovább, tehát akkor ezt egy kicsit így összekeverjük, és akkor most jönnek a nedves összetevők. Hát lehet választani, hogy joghurtot használtok bele, vagy ezt a szkír joghurtot, neki így magasabb a fehérje tartalma, úgyhogy én őt szeretem, és ebből egy, hát nagyjából egy 100 grammot fogok beletenni. És akkor nincs más dolgunk, mint ezt összekeverni, és majd a vizet úgy adagolni, hogy egy ilyen sűrű, de még enyhén folyós masszát kapjunk. Ez ugye attól függ, ahogy mondtam, hogy a répátok mennyire lédús. Ilyen sűrű masszát kell kapni, mindenképpen tegyetek hozzá egy kis vizet. Hát én nagyjából szerintem így ennyit fogok. És akkor ezt alaposan összekeverjük. Ugye a palacsinta sütőt érdemes felforrósítani, majd utána visszavenni a gázt, hogy ne legyen az, hogy az alja nagyon hamar megég, a tetej pedig még nyers marad. Úgyhogy szerintem én most el is kezdem itt kiadagolni a kis almás palacsinta kupacokat. És amíg ők sülnek, addig megmutatom nektek a krémet a tetején. Ugye azt hiszem mascarpone és krém szokott lenni a répatorták tetején. Most ennél mutatok majd egy jobb verziót. Hát egy kicsit lejjebb veszem. Szkír joghurtot fogok használni. Na, csak lejön a kanálról. És őt lehet majd kikeverni kétféleképpen is. Az egyik, amit nagyon szeretek, hogyha a kókuszkrémet teszek bele, nagyon finom kókuszos ízt fog adni, ami szerintem nagyon passzol a répatortához. Ilyen a kókuszkrémünk belülről. Ő olyan, mint a Raffaello közepén folyó sejmes krém, isteni finom. Ugye meg is mutatom nektek itt az állagát. Szobahőmérsékleten ez ilyen jól folyik. Ő amúgy egy mindenmentes krém, cukormentes, tejtermékmentes, úgyhogy akár vegánok is fogyaszthatják. Ő az egyik opció, illetve aki mondjuk nem szeretne plusz zsírt bevinni, neki ezt tudom ajánlani, a fehér csokit. A fehér csokit és ezt a szkír joghurtot nagyon jó dolog amúgy összekeverni, mert egy isteni fehér csak is magas protein tartalmú krémet kapunk. Ebből egy picit szoktam beletenni, és ezt fogjuk mindjárt kikeverni. Közben mindjárt megnézem a palacsintáimat is, hogyan állnak. Kicsit visszább leszünk. Na, ilyenek. Ők még itt süldögélnek egy picit. Ezt a krémet kikeverjük egy pici vízzel. És akkor ő lesz a répatorta tetején a máz. Ez amúgy tök jó tipp, hogyha ugye slim fehérjétek van, ugye ez alapvetően hol is van, itt is van. Ezek a slim fehérjék egy gyors felszívódású fehérjeporok, tehát edzés után tökéletesek, hogyha gyors tápanyag ellátást szeretnétek, viszont hogyha lassítani akarjátok a felszívódását, akkor például tök jó túróba vagy ebbe a szkír joghurtba keverni, mert ezzel egy sokkal
telítőbb vacsit fogtok kapni, amiben szinte nincsen se zsír, se szénhidrát, csak fehérje, és így baromi finom az íze. Sőt, hogyha mondjuk akartok egy kis szénhidrátot is enni mellé, akkor hát sütettek mellé palacsintát, vagy még zappelyhet is keverhettek bele. No, megnézem, hogy áll a palacsintánk. Na, tökéletes lesz, akkor mindjárt mutatom is a további műveleteket. Szépen így egymásra fogjuk rétegezni. Őt berakjuk legalúra, mert ő, ami kicsit jobban megégett. Édesítőszer sem kell bele. Teszünk egy kopac krémet a közepébe. Jön rá a másik palacsinta. Kicsit benyomkodjuk. És jön rá a harmadik. És már is kész a szuper répatorta palacsintánk. Látjátok, mennyire egyszerű volt, és igazi húsvéti reggelit tudtok belőle összedobni. Természetesen lehet dekorálni is. Ja, meg is mutatok, hogyan. Vannak ilyen kis... Jaj, húsvéti gicsém, most majdnem felborítottam, és akkor az egy nagyon jó videó lett volna. Teszünk ide egy répát, és hát bármi dió, török-magyaró, minden tök jó passzol hozzá. Én még ilyet fogok ide szórni. És voilà, meg is vagyunk. Ugye nem kellett hozzá túl sok minden, a palacsintapor, illetve az ízesítőt azt használjátok jó szívvel, és akkor a krémhez nyugodtan lehet a kókuszkrémet használni, vagy hogyha diétáztok, akkor ugye ezeket a szlimeket, a fehér csoki amúgy egy über jó dolog, mert igazából szinte mindenhez passzol. Úgyhogy remélem tetszett ez a recept, boldog húsvétot kívánok nektek, sziasztok!